A kiskörösi LC-je a Bács-Kiskun vármegyei U19-es bajnokság középcsoportjában szerepel az idei szezonban, melynek második fordulójában az akasztói focisuli esegárdája ellen léptek pályára a kiskörösiek a Revalópa sporttelepen. A hazai játékos keretet a tavalyi évben még U16-os bajnokságban focizó labdarúgók alkotják. Ebben a korosztályban túlkorosok is játszhatnak, és így előfordulhat, hogy 5 év különbség is van egy-egy játékos között, és nálunk például csak 2 túlkoros van, abból az egyik sérült, úgyhogy tulajdonképpen a tavalyi U16-os csapat a gerinc, és hozzájuk még a tavalyról megmaradt fiatalabb korosztályú ifista U19-es csatlakozott, így tudtunk felkészülni. Az akasztói együttes elleni találkozón már az első félidő 12. percében megszerezték a vezetést a hazaiak, ezt követően pedig tovább növelte előnyét a csapat, így 2-0-ás félidei eredménnyel vonultak pihenőre a játékosok. A második félidőben újabb találatot szerzett a kiskörösi együttes. Már szünetben is mondtam, hogy 2-0-ra vezetünk, az ellenfél mit fog csinálni? Mindenáron támadni fog, tehát hátul biztonság, nyugalom, nem kapkodunk, nem rohanunk el. A megszedett labdákat pedig pontos passzokkal gyorsan kontrába végviszik a támadást. Ekkor jöttek ugye a kiállítások, és akkor az ellenfél 9-re fogyatkozott. Ekkor semmi más nem kellett volna csinálni, hogy csak szépen jártam a labdát, magamnál tartom, és az ellenfél előbb-utóbb úgy is le fog maradni, mert 9 emberre vannak, és akkor ott lesz a lehetőség a gólszerzésre. Lett is egy, be is fejeltük. Biácsi Gábor elmondta, hogy látja a fiatalok fejlődését, azonban még rengeteg munka vár rájuk. Nagyon sokat kell foglalkozni velük, hogy járjanak edzésre, mert különben nem fogunk előrelépni az 1-2-re. Tehát az egyik legnagyobb probléma az, hogy jó néhányan keveset vesznek részt edzésen. Viszont az előrelépés, hogy mindenképpen többet, mint tavaly, mert tavaly meg egyáltalán nem vett részt edzésen, 1-2 játékos. A kiskörösi LC U19-es csapata a harmadik fordulóban a Kecel FC otthonában lépett pályára, ahol 2-1-es győzelmet arattak, így jelenleg 7 ponttal a tabella a harmadik helyén állnak a fiúk a 12 csapatos bajnokságban.